Én azt gondolom, hogy az utolsó évig, mármint a végzősök év folyamáig azok a módszerek működhetnek is, amelyekről már beszéltünk, és amelyek nagyon fontosak és beindultak sok-sok munka, pedagógusi munka árán. És nyilván működnek a végzősöknél is, de hát azért az ő helyzetük az erősen speciális. És hát egyikünk sincs könnyű helyzetben, de én azt gondolom, hogy nekik a legnehezebb most ezekben a hetekben, ebben a néhány hónapban. Őket hogy sikerült felkészíteni az érettségire? Illetve hát magát az intézményt hogy sikerült felkészíteni az érettségire, mert hogy május 4-én elindulnak az írásbeli érettségik. Igen, hát ebben a legrosszabb volt szerintem a bizonytalanság. Én azt hiszem, minden szituációban, nehéz szituációban a biztos rossz is jobb, mint az a fajta bizonytalanság, amiben voltunk gyakorlatilag hetekig. Őszintén én arra számítottam, hogy azért nincs egyértelmű döntés még, mert valószínűleg jegy megajánlás lesz. Más kérdés, hogy ez ellen is van nagyon sok érv. Tehát van, aki mondja, hogy miért nem adtuk meg a jegyeket a diákoknak, hogy az lett volna a korrekt. Azért az is aggályos, hogy egy külső kontroll nélkül mennyire lettek volna reálisak azok a jegyek. Tehát erről beszélgettünk is, amíg a többség erre tippelt, hogy valószínűleg ez fog történni, hogy akkor most mi a teendő? Most akkor elvtelenül húzzuk fel a jegyeket, azzal a címszóval, hogy más is ezt csinálja, és akkor segítsük így a diákjainkat, aztán legyen a család gondja, hogy utána benn marad az iskolában, vagy sem, de tudjuk, hogy azért ennek iszonyú nagy költsége van azért ma már egy egyetemi főiskolai tanulmánynak, hogyha államilag finanszírozott helyre kerül, akkor is, hiszen hogyha kibukik, akkor annak az összegnek a felét vissza kell fizetnie, amennyibe került volna, hogyha mondjuk fizetős képzésen vesz részt. Tehát ez is ez komoly morális kérdést jelentett a pedagógusok számára, itt a tantestületen belül, hogy akkor mi a helyes eljárás, hogyha jegy megajánlás van. Akkor ugye megszületett a döntés, hogy csak írásbeli lesz. Ennek is tudom, hogy van hátulütője, hiszen sokszor a szóbelin javítanak a diákok, az a számukra kézzelfoghatóbb olyan szempontból, hogy ugye kidolgozott tételekből készülnek föl, és azok alapján adnak számot a tudásukról. De úgy gondolom, hogy itt most egyforma eséllyel áll neki az egész ország, tehát minden fiatal ebben a szituációban van. Úgyhogy ahogy a mieinknek nehéz lesz az írásbeli ilyen szempontból, ez ugyanúgy érinti az összes többi érettségizőt, és amiből meg felvételiznie kell akár idén, akár következő évben, hogyha felvételizni szeretne, ugye abból emelt szintű érettségi vizsgát kell tennie. Tehát én azt gondolom, hogy ott meg megint csak egy más bizottság előtt, tehát jobban meg lesz a külső kontroll. Tehát ilyen szempontból talán ez a szerencsésebb megoldás. Persze fölmerül az is, hogy a fertőzés veszély. Ugye egyszer halljuk azt, hogy maradj otthon, másodszor pedig ennyi diákot mozgatunk, és azért vannak a pedagógusok, vannak a diákoknak a családtagjai, akik szintén érintettek, akárhogy nézzük. Tehát itt van a másik oldalról az emberben a két eljak kérdés, de én azt javasoltam a diákoknak, én szombaton írtam nekik egy levelet a Kréta rendszerünkön keresztül minden végzősnek. Én azt javasoltam, hogy aki szakmát szeretne tanulni, olyan szakmát, ami érettségi vizsgához kötött, és mondjuk aggódik, annak nem muszáj minden áron elkezdenie a vizsgát, hiszen az őszig ő haladékot kap, addig van türelmi idő, tehát ősszel elkezdheti úgy szeptemberben a tanulmányait, hogy az érettségi vizsgát az csak október-novemberben teszi le, de a többieknél, akik felvételiznek, én azt javasoltam, hogy ne töröltessék a vizsgájukat, mert
igazándiból most, idén kivételesen úgy lesz, hogyha valaki valami miatt nem jelenik meg, akkor egyszerűen törlődik az a vizsgája, és nem bukásnak fog számítani. Tehát reméljük, hogy nem lesz baj, reméljük, hogy nem fognak lebetegedni, és el tudnak jönni vizsgázni, de ha bármi miatt úgy érzik, hogy nem szeretnék folytatni, vagy nem kezdik el, akkor még utolsó pillanatban is visszaléphetnek a vizsgáról. Mi most a kollégáimmal már elkezdtünk egyeztetni, és például ilyen apró dolgok, hogy most vettük észre, hogy negyedikétől útzárra készülnek, pont amikor az érettségi, tehát ezt is jeleztük, mert próbáltunk segítséget kérni ezzel kapcsolatban, pont a vasút vonal felújítása miatt, hogy nem biztos, hogy szerencsés két középiskola, hogyha most itt útzár lesz, nem tudjuk, tehát hogy még ezután is kell érdeklődnünk, tehát sok mindenre kell figyelnünk. Szájmaszkokat rendeltünk, illetve vásároltam is, már meg is érkezett, hiszen ígértek ilyen szempontból segítséget, de az a biztos, ha itt van már az irodámban az a szájmaszk, úgyhogy inkább vásároltunk költségvetésből, erre is gondoltunk, fertőtlenítőkből bevásároltunk, és például próbáljuk megszervezni úgy a vizsgát, hogy a gyerekeknek kiküldjük, hogy melyik teremben fognak vizsgázni. A szokástól eltérően most nem fognak gyülekezni az iskola előtt, vagy egy külön tanterembe, hanem egyenest mindenkinek a saját vizsgatermébe kell mennie. Ott eleve annyi széket hagyunk, ahányan leülhetnek adott terembe. Ugye az a szabály, hogy 10-nél több fő nem ülhet. Bennünket ez sem ér meglepetésként, mi eddig 11 főig osztottuk be a diákokat, úgy tudtuk szellősen megoldani a terembe az elhelyezésüket. Tehát ez sem jelent most nekünk annyira plusz feladatot. Természetesen én is kértem a kollégáimat, hogy aki úgy érzi, hogy nem tudja vállalni a vizsgáztatást, akármilyen betegsége van, vagy az idősebb hozzátartozó miatt nem szeretné kitenni magát a fertőzés veszélynek, az jelezze. Nem sokan jelezték még. A többség úgy érzi, hogy ha a gyerek vizsgázni akar, akkor nekünk el kell jönni, és hogyha nincs a családjában olyan szituáció, ami miatt ő tényleg veszélyeztetett, vagy a családja veszélyeztetett, akkor vállalja, hiszen akárhogy nézzük, vállalják a bolti eladók is, hogy kiszolgáljanak bennünket. Az egészségügy és egy csomó olyan hely van, ahol muszáj helytállni. Nekünk most itt kell majd pedagógusoknak helytállnunk. De ma volt tanítványunk, aki végzős, fölhívott egyetemen végzős, hogy szívesen eljön segíteni. Az általános iskolából is már volt, aki rám írt, hogy szívesen jön segíteni, de ma lesz az általános iskolás kollégákkal egy videós megbeszélés, ott fogom is kérni, hogy aki úgy gondolja, jelezze, hiszen nem tudjuk, hogy ki mikor betegszik le, tehát nekünk most túl kell biztosítani ilyen szempontból magunkat. De én azt gondolom, hogy most már értelmetlenek ezek a viták a különféle közösségi oldalakon is, hogy ez most jó vagy nem jó, mert ezzel a gyerekeket csak elbizonytalanítjuk, van így is elég bajuk. Most már szerintem azon kell lenni, hogy támogassuk őket, és mindent tegyünk meg azért, hogy sikeresen, minél többen sikeresen érettségizzenek. Én a szombati levelembe egy Einstein idézetet írtam zárásként, és most nem fogom tudni így szó szerint idézni, de abban volt, hogy hát próbáljuk a nehézségekbe a lehetőséget látni. Most én úgy gondolom, hogy próbáljuk meg úgy tekinteni ezt a dolgot, hogy most 2 hetet még nagyon bele kell, hogy húzzanak a fölkészülésbe, de most már csak erre koncentráljanak. Egyébként a kollégáimtól is kértem, ebben az értékelési szabályzatunkban benne volt, hogy a végzősök esetében hagyjuk őket, hogy kibondottan a vizsgatárgyaikra koncentráljanak, tehát abból készüljenek, ne terheljük őket a többi tantárgyból, és
És ha azt nézzük, akkor ha most ezt valahogy kibírják még, akkor nem kell a szóbelire már külön készülniük, tehát próbálják meg ezt az oldalát nézni, hogy akkor hamarabb túl lesznek rajta. Szerintem az is nagy segítség számukra, hogy például, ha valaki az idei tanévben nekifogott a nyelvvizsgának, de csak az egyik része sikerült, akkor is annyi pontot kap, mint ha teljes nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezne. Tehát ez is egy kis segítség a számukra, sőt, idén, aki nyelvből középszintre jelentkezett, de úgy gondolja, hogy akkor most váltanom, mégiscsak elmenne emelt szintre, hiszen hogyha sikeresen teljesíti, megvan hány százalék, akkor nyelvvizsga bizonyítványt is, teljes értékű nyelvvizsga bizonyítványt is kap mellé, tehát erre is van most lehetőségük. Tehát ezen is tudnak akkor változtatni, módosítani. Tehát én úgy gondolom, hogy azért próbálnak kedvezményeket is adni nekik, próbálják segíteni, és én ezért is mondtam, hogy most már nem kell megzavarni a fiatalokat, hogy miért lett volna jobb, miért lett volna kevésbé jó. És ráadásul sokszor olyan átgondolatlan cikkek jelennek meg, ma is olvastam olyat, hogy pedig azt írta magáról az illető, hogy ő iskolaigazgatóként több vizsgát is szervezett, és hogy milyen veszélyes testnevelésből is majd, hogy a szereket egymásnak adják át. Hát testnevelésből mondjuk vicces, de abból például csak szóbeli vizsga lesz. Tehát azért jó lenne, hogyha nem csak így keltenénk a pánikot, hanem utána is néznénk. És azért nem örülök ennek, hogy még mindig vita téma ez, hogy akkor hogy lesz. Most már szerintem előre kell nézni, eldőlt, ez van, és most már teljes erőbedobása arra kell koncentrálni, hogy biztonságban, sikeresen, eredményesen megtörténjenek a vizsgák. Mi mondjuk könnyű helyzetben vagyunk, mert ugye kisváros, itt a közlekedés is, főleg a helybeliek nem veszélyeztetettek, olyan szempontból fölül a kerékpárjára, vagy besétál. Ez egy nagyvárosban biztos súlyozottabb probléma, vagy súlyozottabban jelenik meg, tehát nekünk ilyen szempontból könnyebb a helyzetünk. Mondjuk itt is van, hogy a vidéki bejárókkal mi lesz, tehát hogy biztos be tudja hozni a család, hogy ne kelljen neki tömegközlekedési eszközre szállni. Tehát azért vannak nekem is aggályaim, meg természetesen én is járok dolgozni, de én is pont ezek miatt, hogy én járok állandóan dolgozni, tehát egy kicsit a családtagjaimtól elszigetelődtem azoktól, akik úgymond veszélyeztetettebbek. De ilyen helyzet van, tehát én úgy gondolom, hogy muszáj a feladatunkat végezni.